Szia, mi kell ahhoz, hogy ebbe a 2022-es világba épésszel meg lehessen maradni? Jordan Peterson, ha ismered, az tök jó, ha nem, akkor ez tőle van. Kell, hogy legyen mindenkinek, kivétel nélkül neked is, nekem is, mindenkinek egy olyan kapcsolata, egy olyan dolog, amivel kapcsolatban van, ami tele van értékekkel, emberi értékekkel, becsület, tisztelet, odaadás, mi lehet egy ilyen? Egy jó barát, egy gyerekkori barát, egy nagyon jó párkapcsolat, egy jó kapcsolat egy gyerekkel, a saját gyerekeddel, bárkivel, egy csapat, akihez tartozol, akihez hajlan, aki miatt, amiért hajlandó vagy feláldozni dolgokat. Ez lehet egy közösség, lehet egy vallás, lehet egy bármilyen segítő rendszer, tehát egy ilyen adományozó rendszer, vagy ilyesmi, amihez te oda tudod adni magad, szívvel, lélekkel, nem valamilyen cserét vársz emiatt, hogy azért segítesz, mert, vagy azért csinálom, mert, vagy meg akarok gazdagodni. Ha van egy ilyen kapcsolatod, vagy több, vagy minden területen van egy, ez lehet a híd ahhoz, ez lehet az alappillére annak, hogy ebbe a világban normálisan, egy normális életet ki tudsz alakítani. Ha valakinek hiányoznak ezek az értékek, különböző területekről, személyes, saját magaddal szembe, családdal kapcsolatban, barátok, munka, hobbi, sport, nincsenek meg ezek az emberi értékekkel teli kapcsolatok, vagy odaadó hovatartozás, az ember elveszti a fonalat. Nézd meg, neked mennyire van meg, nekem ez a kis gondolatmenet segített, remélem neked is fog. Szia!